Toszkánában a valóság sokkal szebb volt, mint amit reméltem. Az illatok, a fények, a színek, a gyönyörű épületek. Fájó szívvel jöttem haza. De jövünk Badacsonyba a tőzsdetáborba, és több dolog is a fejemben van, hogy miről szeretnék beszélgetni veletek. Most Taskutya egy kicsit izgatott, ő kirándulni menne az erdőbe. És remélem, minél többel közületek, akiket már ismerek, tőzsdevacsorákról, vagy akár új emberekkel is találkozni fogunk. A tőzsdéről szeretnék majd egy kis műhely munka keretében társalogni veletek, milyen ügyletek vannak, milyen számításokat lehet végezni, és néhány speciális kérdést együtt megvitatnánk. Örülök az, hogy kis csoportban leszünk, örülök annak, mert így részletesen akár számolgatni is tudunk, és mindenféle kérdése lehetőleg igyekszem választ adni. Ezen kívül élesben játszanánk ezt a laterális gondolkozható játékot, mondjuk csütörtökön, amikor sokan együtt leszünk. Persze, ha kedvetek lesz hozzá, akár másfél-két-három óra időtartamban is játszhatunk együtt. Hát akkor a mielőbbi viszontlátásra a Balatonon, és addig is készülünk egy gyógyborozgatásra is. Már a tengert járó, nekem a tenger a Balaton, a kerek égbolt a kalapom, megyek a hétvégi napokon, vonaton, mint hogy az autó. Karcsúra úszom az alakon, aztán majd estére valaki kedvére magamat